Nagyon kell figyelni, hogy ne nagyon vékonyra, és ne is hagyjuk vastagra. Csak fellazítjuk a húsrostokat, hogy könnyebben megsüljön és finoman befűszerezhessük. A húsloffolás fogásait tanulják a gyerekek a hansági konyhájában. A gasztrotábor résztvevői minden nap más fogások elkészítését sajátítják el. A tábort évek óta nagy sikerre rendezik meg, most is 30 általános iskolás, azaz kiskukta ismerkedik az ételek elkészítésének módjával. Talán pont a főzős műsoroknak is köszönhetően ma már mindenki szeret főzni. Sőt, otthon érzi magát a konyhában, nagyon sok ember meséli el nekünk, hogy föllazítja a napi stressz alól az otthoni sürgés forgás, és hát ezt már a gyerekek is érzik, úgyhogy itt nálunk most másodiktól egész nyolcadikig mindenféle korcsoportból vannak gyerekek, nagyon élvezik, hogy itt vannak, tésztát gyúrnak, húst vágnak, kloffolnak, palacsintát dobálnak, úgyhogy egy kiváló program számukra. A gyerekek egy része kezdőként érkezik a gasztrotáborba, mások már rendszeresen segítenek otthon a főzésben. Az itt tanultakat viszont mindenki tudja majd hasznosítani a mindennapi életben. Én Németországból jövök, mert ott lakok kint, és én azért jöttem ide, mert én is szoktam ugye segíteni otthon anyukámnak, de úgy lehet, hogy valamikor később jön haza, vagy így szeretem, hogyha meglepném, vagy ilyesmi, és akkor így tudok neki egy-két dolgot főzni. Rántott hús készítettünk, és krumplipürét reggelire, meg meleg szendvicset csináltunk, ilyen sonkás, sajtos ilyen szószal. A tábor szervezői arra is figyeltek, hogy olyan ételek elkészítését tanítsák meg a gyerekeknek, amelyeket szívesen is fogyasztanak. Így a rántott hús mellett főznek bolognai spagettit, valamint gíroszt, pizzát és palacsintát is sütnek, koktélokat és desszerteket készítenek.